A képviselőtestület még augusztusban döntött arról, hogy 1500 forint per hó per négyzetméter bérleti díjért meghirdeti bérbeadásra a fő utca 77-es szám alatti ingatlant, melyet korábban a Raiffeisen Bank bérelt. A kiírt határidőig két pályázat érkezett. Az egyik a General Immo ingatlan hasznosító Kft-től, a másik a Simpex Hungária kereskedelmi szolgáltató Kft-től. Mindkét pályázat megfelelt a kiírásnak, és alapos mérlegelés után az önkormányzat a Simpex Hungária kereskedelmi szolgáltató KFT-nek adta bérbe a helyiséget 315 ezer forint per hó bérletidéért határozatlan időre, három havi kaucióval és négy év felmondási moratóriummal. A nyertes pályázó vegyes kiskereskedést fog nyitni az épületben. 2017. januárjában készült el a bányatavak körüli terület fejlesztésének tájépítészeti koncepcióterve. Márciusban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a koncepcióterv alapján a CTB mérnökiroda KFT-vel a nagytó körüli és futópályára elkészíteti a részletes kiviteli terveket is. A tervek szeptember 4-ére készültek el, és azokat a tervező a mostani ülésen részletesen be is mutatta. A sétány a terv szerint egy két méter széles aszfalt burkolatos sétálóútból és egy egy méter széles rekortán burkolató futópályából áll. A terv tartalmazza a sétány védelmét és használhatóságát biztosító pollereket, parkbutorokat, korlátokat, hulladékgyűjtőedényeket, továbbá a közvilágítás kiépítéséhez szükséges közvilágítási terveket is. A tervezési feladat része volt a Városliget sétányt a Harcsa utcával összekötő út korrekciója is. A testület elfogadta a kiviteli tervet azzal a kikötéssel, hogy azt a horgássori szakaszon, illetve a horgássor és a Vájár utca közötti szakaszon a közterület határának kitűzését követően a kitűzés eredményének figyelembevételével kell majd véglegesíteni. A sétány és a futópálya elkészítése előtt tereprendezéseket kell végrehajtani. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a terület előkészítő munkálatokat megkezdje. A képviselőtestület döntése értelmében mindazon pilisvörösvári civil szervezetek, akik rendszeresen ingyenesen az önkormányzat kérésére aktívan részt vesznek a városi rendezvényeken, mostantól évente egy alkalommal egy belépődíjas rendezvényükön ingyenesen vehetik igénybe a művészetek háza színháztermét, így a rendezvény teljes bevétele az egyesületeknél maradhat. A vörösvári napokon végzett munkájukért a Pilis vörösvári rendőrös 12 dolgozójának jutalmazásáról döntöttek a képviselők. A rendőrei fejenként 12.700 forint értékben Erzsébet utalványt, az egység vezetője Papik András körzeti megbízott 20.000 forintot kap jutalomként a polgárőrök munkájának elismeréseként, munkájuk megkönnyítésére, CB rádiók beszerzéséről döntött a testület összesen körülbelül 100 ezer forint értékben. A beszerzendő 10 készülékből öt darabot kap majd a Pilisvörösvári Polgárőr Egyesület és ötöt a Liget Polgárőr Egyesület. Pályázatot írt ki az önkormányzat a Sirály utca 7202 per 3-as helyrajzi szám alatt található önkormányzati ingatlan értékesítésére az ingatlan alsó limitára 7 millió 700 ezer forint. A 6459-es helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa telekalakítási eljárás során az ingatlanjának egy részét az önkormányzat részére ajándékozta közút kialakítására. Mivel a kialakított közterület nem egy meglévő közterület folytatása, szükségesé vált az elnevezése a szomszédos ingatlanok tulajdonosai ezt az utat maguk eddig Lilium útnak hívták, de ilyen utca nem szerepel a Pilis Vörösvári utca névjegyzékben. Van a jegyzékben egy Liliom utca, ami a város másik végén a Budai útról nyílik. A Lilium út lakói tévesen ide vannak bejelentve. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó új utca a Barackos utcából nyíló Zsák utca, a testület Barackos köznek nevezte el. A Tópart Hal sütődét üzemeltető Kft. ügyvezetője kérelmet nyújtott be az önkormányzatnak, mi szerint az őszi-téli időszakban szüneteltetni szeretné a halsütőde működtetését. A területre vonatkozó bérleti szerződést, mely alapján havonta 150 ezer forint bérleti díjat fizet, a bérlő nem mondaná fel, de a szüneteltetés idejére elbontaná a sütődét. A kérelmet figyelembe véve a képviselőtestület úgy módosította a bérleti szerződést, hogy minden év szeptember 30-ától a következő év április 13-áig a létesítmények elbontásával és a működés szüneteltetésével a bérlő 15 ezer forint per hó bérleti díjat köteles fizetni. Módosítani kellett a testületnek a Nadi építő Kft-vel szilárd burkolatú utak tárgyában kötött vállalkozási szerződését. Az útépítés tervezése közben kiderült ugyanis, hogy vannak az út nyomvonalában problémás ingatlanok. Egy tulajdonos csak papíron adta le az úthoz szükséges területet, egy másik tulajdonos pedig korábbi szóbeli ígérete ellenére nem is volt erre hajlandó. Ezeken a részeken jelenleg nincs szabályos lehetőség az út megépítésére, ezért a testület egyelőre arról lemondott. A két említett ingatlan között azonban van 85 méter, ahol a tulajdonosok mindent megtettek az út megépülése érdekében. Hivatalosan leadták a szükséges területeket, és hátrébb vonták a kerítéseiket. Ezen a szakaszon tehát minden további nélkül megépülhet az út. Emiatt a közbeszerzési pályázat kiírásakor tervezett 501 méter helyett összesen 385 méter út fog megépülni a kivitelezési ár bruttó 44.965.893 forintra csökkent. A hosszabb 300 méteres szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyt kap, míg a rövidebb 85 méteres szakasz csak ideiglenest. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás támogatás kezelő a korábbi évekhez hasonlóan meghirdette a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját, hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Pilis Vörösvár önkormányzata a tavalyi évhez hasonlóan ismét csatlakozott az ösztöndi rendszerhez, és a 2018-as évre is 500 ezer forintot biztosít a pályázati rendszer keretében a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatására. Pest megye önkormányzatának közgyűlése egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelete szerint Javaslatételi jogilleti illeti meg a Pest megyében működő települési önkormányzatok képviselőtestületeit 13 féle díj tekintetében. A díjakra olyan személyek vagy egyesületek terjeszthetőek föl, akik megyei vagy országos szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és Pest megyei egyesületben tevékenykednek vagy sportolnak. Pilisvörösvár önkormányzata minden évben él a felterjesztés lehetőségével. Idén évpolgárőre díjra Stekül Mátyást a Pilisvörösvári Polgárőre Egyesület tagját korábbi elnökét, az sportolója díjra pedig férfi utánpótlás korosztály kategóriában Fetter Erik hegyi kerékpáros versenyzőt terjesztették föl.